A G-Lighting idén 52 millió forinttal támogatja a hajdúböszörményi torna egyletet. Az összeget utánpótlás nevelésre, illetve sporteszközök beszerzésére fordítja a sportegyesület. Emellett pedig 200 ezer forinttal segíti az Ibolya alapítványt, jelentette be Kis Attila polgármester szeptember 30-án. A hajdúsági Expón készült gyermekrajzokat felvonultató kiállítás ajándékátadóján a városvezető hozzátette: hajdúböszörmény számára a fiatal generáció és a fenntarthatóság az egyik legfontosabb prioritás. A G-Lighting sokrétű támogatása is ezen ügyek előremozdítását segíti. A G-Lighting a fenntarthatóság és a jövő generációinak támogatása mellett elkötelezett vállalat, amelynek fontos a hajdúböszörményi gyerekek szellemi és fizikai fejlődése, mondta Kántor Roland, a G-Lighting hajdúböszörményi gyárigazgatója. Két dologról van szó, egyrészt a helyi sportintézmények támogatása, fontosnak tartottuk, mindig is támogattuk a várost különböző módon, így a TAO lehetőséget megragadva ebbe az évben 52 millió forinttal tudjuk támogatni a sportintézményt, a gyerekek fejlődését, utánpótlás nevelést. Másrésztről az Ibolya Alapítványt egy a zöld és fenntartható jövő kapcsán meghirdetett rajzpályázatunk, ők megtalálták, a hívószóra jöttek, és szerettük volna meghálálni nekik, hogy a gyerekek ilyen lelkesen és nagy odaadással segítették azt, hogy lerajzolják hajdúböszörménynek a jövőjét, megalkossák, és fontosnak tartjuk ezt, mert a vállalatunk számára is ez egy fontos stratégia, hogyan lehet fenntartható és zöld jövőt teremteni. És a gyerekeknek a szép munkáit pedig nem lehetett nem támogatni és nem díjazni. A tájékoztató további részében Jerentné Somosi Éva, az Ibolya Alapítvány elnöke, valamint Komáromi Imre, a hajdúböszörményi tornaegylet elnöke mondott köszönetet a G vezetésének a támogatásért. Majd a hajdúsági Expó kreatív sátrában készült gyermekrajzokat díjazták a megjelentek.